Végül, de egyáltalán nem utolsó sorban, mai utolsó előadónk Réthei Miklós, a Semmelweis Egyetem professzor emeritusa, egykori rektora, nyugalmazott miniszter, az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság elnöke. Arra gondoltunk, pontosabban Fabinyi Tamás püspök úr gondolt rá, hogy ne csak egyházi vezetők és hivatásos teológusok szóljanak ezen a mai napon, hanem valaki, aki családján belül is éli és gyakorolja az ökumenét, és ismert személyiség. Kérjük szépen. Tisztelendő érsek, atya, püspök urak, hölgyeim és uraim, nézve a filmet, ami püspök úr vetített, szerepelt Cassidy bíboros. És az előadásban megelőzve, hadd mondom el, és ő nagyon hozzáértően nyilatkozott Magyarországról. Kérem, Cassidy bíboros a Semmelweis Egyetem díszdoktora. Ez úgy történt, hogy az egyetemünk az angol oktatást a New York Medical College-gyal kezdte valamikor a 70-es évek végén, 80-as évek elején, amelynek az elnöke Monsignor Cassidy volt. És megjött az alkalom, amikor az egyetemünk rektora, aki az én elődöm volt, tehát 80-as években vagyunk, a díszdoktori diplomát adott át Cassidy bíboros úrnak. A rektorunk olyan zavarban volt, hogy a ceremóniánál a pirosat is felolvasta, mint hogyha az is mondani való lett volna, hiszen egyházi körökben ez a mondás az ismerős. És ami még a helyzetet jellemezte, hogy amikor jöttünk el, és ott kocintottunk, azért, hát akkor nem volt bíboros még, akkor az a rektor úrral, elnök úrral, és akkor az egyik kollégám, már ő is nyugdíjas professzor, megjegyezte, hogy hát tudod, amikor engem 2 évig nem vettek fel az egyetemre, mert a piaristákhoz jártam, akkor nem gondoltam volna, hogy egyszer Cassidy elnök úrral kocintani fogok. Hát ez a korrajz, amiben azt hiszem át benne voltunk. Nagyon köszönöm a meghívást erre a konferenciára, és igyekszem ebben a különleges helyzetben, amit hát már itt a konferencia vezető elmondott, egyetlen laikusként helytállni. Rövid bemutatkozás, katolikus családban nőttem föl, szüleim példamutató életet éltek, és bárhol is laktunk, a templommal, az atyákkal, mindenhol megvolt a család kapcsolata. Különösen drága időszak volt nekem az a 2 év, 9-11 éves voltam, amikor Kunszentmártonban éltem meg, és rendszeresen minisztrálhattam a karmelita atyák rendházában, templomában. Feleségemmel, Klárával, aki evangélikus családban nőtt fel, 51 éve élünk házasságban. 1965-ben az esküvőnkön, a tabáni templomban feladatként kaptuk, hogy az akkor véget ért II. Vatikáni zsinat szellemének és tanításának megfelelően éljük meg hitünket, és törekedjünk a keresztények egységének előmozdítására. Hát ezt magunk kis köreiben igyekeztünk is megtenni. Jelentős hitbeli élmény volt mindkettőnk számára bekapcsolódás a házas hétvége mozgalomban. Talán sokaknak mond ez sokat. Mindezek elmondása után a szervezők által felajánlott témát, szembenállás helyett közösség a hívők között, a következő pontokban szeretném részletezni. Ezek nagyban kapcsolódnak már az eddig elhangzottakhoz is. Az első egy kérdés, hogy léteznek rajtunk kívül keresztények? A katolikus többségű országban, mint Magyarország, egy katolikus fiatal felnőhetett úgy, hogy nem került kapcsolatba nem katolikus hívő emberekkel. Szerencsére ez már alig elképzelhető, de a hívő emberek különböző felekezetű keresztények közösségének a megteremtése, hát ezzel kezdődik. És örömmel mondhatom, hogy az itt lévők közül talán néhány által ismert és támogatott Kárpát-medencei Tehetségkutató Alapítványunk, ennek én a kuratóriumi elnöke vagyok, egyházi gimnáziumok diákjai számára rendszeresen szervez autóbusz kirándulást Erdélybe. Határtalan Erdélynek hívjuk a programot. Ezeken a kirándulásokon Jakubinyi érsek úr, Adorjáni evangélikus, Kató református püspök úr fogadta a kirándulókat. A gimnazista diákok beszámolóiban, mindenkitől kértünk egy rövid egyoldalas élmény beszámolót,
olvashatunk arról az élményről, amit a más felekezetű, más vallású társaikkal, más gimnáziumban járó társaikkal való beszélgetés jelentett. Az egész kirándulásnak a szervezője Petri László, aki a kuratóriumnak a titkára. És ezt az ismerkedést, tájékozódást segítette elő a templomok közös, megfelelő vezetővel megvalósított látogatása is. Ugyanebben a témában tartom nagyon fontosnak a keresztény szó helyes használatát. Vagyis, hogy a keresztény szó nem kizárólag római katolikust jelent, ahogy ezt sokan használják még ma is a köznapi beszédben. A második téma, ha már tudunk egymásról, vajon kíváncsiak vagyunk egymás értékeire, kincseire. Timothy Radcliffe, domokos szerzetes, Miért vagyok keresztény című munkájából többször is fogok idézni, egy nagyon jó anyagnak tűnt ez. Ott olvashatjuk Yves Congar bíboros véleményét, amely szerint az egyházi reform első feltétele a caritas, az önzetlen, érzelgőségtől mentes szeretet, amely egyedül a másik javát akarja. És ez nem csak a szívnek szól, szívem múlik, folytatja Radcliffe, hanem a fejen is. Használnunk kell az értelmünket, hogy mások különbözőségét megértsük. Olyan módon kell beszélnünk és másokat meghallgatnunk, hogy ez közösséget teremtsen. Az ökumenikus imahét erre lehetőséget nyújtana, sajnos kevesen élnek ezzel az évente januárban visszatérő alkalommal, és ez egyre inkább protestáns-protestáns, mint sem katolikus-protestáns kapcsolatoknak az erősítését jelenti. Az ökumenikus imahét mintájára közös ige liturgia hozhatná közelebb a szétszórodott híveket, támaszkodva a katolikus liturgia és a protestáns imával és énekszóval történő dicsőítés gazdagságára. Aztán jó példa lehetne a tezéi közösségnek a munkája. A harmadik téma, tudunk-e egymással beszélgetni vallási témákról, közös nyelvet beszélünk-e? Idézem megint csak Timóti atyát, csak akkor tudunk közelebb kerülni azokhoz, akik másként gondolkodnak, ha hisszük, hogy közös gondolkodással eljuthatunk a közös igazsághoz. Értsek, hogyha az igazságról szól. Ugye az igazság szeretetéről tulajdonképpen. Ha azt állítjuk, hogy milyen a teljes igazság, akkor ez erőszakot és türelmetlenséget szül. Ha bízunk abban, hogy közösen megtaláljuk az igazságot, akkor ez begyógyíthatja a különbözőségeket. Sajnos ebben való hit nem divatos. Társadalmunkban a tárgyalások nem arról szólnak, hogy végig gondoljuk, mi lenne a legjobb megoldás, hanem hogy kipróbáljuk, milyen erősek vagyunk. A győzelem számít, és a törvény a végső menedék. Emberi hivatásunk az, hogy az egymáshoz tartozás új és mélyebb módjait keressük. Sokkal mélyebb szinten arra vagyunk hivatottak, hogy olyan egységre jussunk, amelyben mindannyian osztozhatunk, és valóban azok legyünk, akiknek lennünk kell. Képzeljük el, hogy egymáshoz intézett szavainkban nincs dominancia, nincs lenézés, csak tiszta összetartozás. Ezek mind idézetek a munkából. Tudunk-e vitatkozni? Egy újabb téma. Néhány megszívlelendő megállapítás és tanács a már említett forrásmunkából a következő. Keresztények, hiszünk az észszerűségben. Aztán minden vitának az alapja. Csak akkor vitatkozunk, ha bizonyos értelemben a másik személynek is igaza van valamiben. Nem azért vitázunk, hogy győzzünk, hanem azért, hogy az igazság győzzön. A domokos atyák a prédikálásról szóló tapasztalat cserére jöttek össze, amiből azután éles vita lett. És Timothy atya így gyakorol lelkiismert vizsgálatot az ülés után. Idézem, később elgondolkoztam azon, mennyivel többet elérhettünk volna, ha több idő áll rendelkezésünkre. Akkor a különböző nézeteknek ez az összecsapása sokkal jobb eredményt hozott volna. Nem csak a kompromisszum vált volna lehetővé, hanem annak megértése is, hogy első hallásra miért nem értettünk egyet. Ehhez az kellett volna, hogy nem csak meghallgassuk a többi testvér szavait, hanem meg is értsük tapasztalataikat. Életükben milyen események voltak azok, amelyek miatt másként gondolkodnak a prédikálásról, amiről itt szó volt. És itt most kicsit más kalapot veszek.
ugye UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság elnöke vagyok, és az UNESCO az az Egyesült Nemzeteknek, tehát az ENSZ-nek egy szakbizottsága, amelyik az oktatással, az E, a tudománnyal, az S és a kultúrával foglalkozik, és az informatika egy alapvető módszer ennek az egésznek. És tudunk-e együttműködni, vannak-e közös programjaink témában, most átcsúszok az UNESCO oldalára. Javaslom, hogy a közös program tengelye a szolidaritás legyen. Milyen a szolidaritás kultúrája, ez még mindig az idézett munkából, az egész emberi család tagja vagyunk. Az emberi szolidaritás a barátság határokon túlnyúló megvalósításának képességét jelenti. Az emberi egység alapja az, hogy tudunk egymással beszélni, erről már előbb is szó volt. A nyelv a párbeszéd teszi lehetővé az áttörést az újfajta közösségre, amit mindannyian szeretnénk. A szolidaritás az UNESCO alapokmányának a bevezetőjében morális alapú szolidaritásként szerepel. Kérem, az UNESCO-t 1945-ben alapították, második világháborúnak még nem lett vége. Ott volt minden borzalommal a második világháború, és akkor azt mondták, Londonban indult az egész, de ott volt szinte a fél világ, nem csak Európa, hogy ilyen nem fordulhat elő. Az oktatással, a kultúrával és később a tudománnyal is meg kell akadályozni ezt. Megszületett az UNESCO alapokmánya, nagyon rövid, és a preambulum, amit egy amerikai író, Archibald MacLeish írt, a következőképpen fogalmazta meg, az olyan béke, amely kizárólag a kormányok politikai és gazdasági jellegű megállapodásain alapul, nem hozhatja el a világ népeinek egyöntetű tartós és őszinte összefogását. A tartós alapokon nyugvó békét az emberiség intellektuális és morális, erkölcsi vagyunk magyarul, együttérzésére, szolidaritására kell alapozni. Ezt nem nagyon ismerős ez a mondat, de nagyon fontos lenne ezt most ezekben a 21. század első idejében is hangsúlyozni. Ez a kiáltványnak is beillő összetett mondat ma is érvényes. És most aktualitás. Az Egyesült Nemzetek közgyűlése, mind a 190-valahány tagország tavaly szeptember 25-én elfogadta a Világunk Átalakítása című programot. Ez az Agenda 2030, ha valaki ezen a címen ismeri. Megvan a magyar fordítása is. A program önmagát úgy határozza meg, mint az emberiséget, a Földet és a jólétet szolgáló cselekvési terv. A cél, hogy nagyobb szabadságban erősítse meg az egyetemes békét. Hogy az emberiség felszabaduljon a szegénység és a nélkülözés zsarnoksága alól, hogy meggyógyítsuk, megóvjuk a Földet. Tehát ez az Agenda 2030. A 17 célkütőzésből áll 169 feladatból, és minden embert várnak ennek a megoldására. Magyarország miniszterelnöke elfogadta ezt a tavalyi ENSZ közgyűlésen. Január 1-e óta ez év, ez program, ez hivatalos program Magyarországon, nem sokan tudnak róla. Lehetséges, hogy ez a program túl későn érkezett, ha a szegénységet is és a Földet is nézzük, a Földnek a kizsákmányoltatságát. Az emberek és a Föld kizsákmányolásán már visszafordítottak, van ilyen nézet is. Bízzunk abban viszont, mi akiket mégis ebben reménység éltet, hogy nem így van, hogyha az utolsó órában is, de van még idő, nem csak a vitákra, hanem az intellektuális és morális szolidaritásra épülő világméretű tettekre is. Párhuzamosan ezzel az anyaggal megjelent Ferenc pápának a Laudato Si című munkája, amely szinte kiegészíti, és majd még utalok rá a két továbbiakban. A Világunk Átalakítása program elfogadása után az UNESCO tudományos értesítőjének évente megjelenik, 9. oldalán olvassuk, Science will play a key role in realizing Agenda 2030, vagyis a tudomány vezető szerepet fog játszani az Agenda 2030 megvalósításával, alcím, nincs fenntartható fejlődés a tudomány nélkül. Ez biztosan így is van. De ezt követve megfogalmazhatjuk, hogy a hívő emberek is kulcsszerepet fognak játszani, vagy nemhogy fognak, játszanak a program megvalósításában. És ez annál inkább valószínűnek tartom ezt, ami a feladatunk, mivel a program egyik kidolgozója, tehát az ENSZ program kidolgozója, Magyarország korábbi ENSZ diplomatája volt. Több ismertető előadását hallottam már, és azzal a nagyon elgondolkoztató mondattal zárta ezek egyikét másikát, hogy a program morális oldalának a tisztázására
a politikusok már nem fognak vállalkozni. A helyzet parancsoló, gyerekeink, unokáink világáról van szó. Az evangélikus római katolikus közös nyilatkozat a megigazolás tanításáról ünnepélyes aláírással láttuk, hallottunk róla, példát kell, hogy adjon a keresztények közös munkájára, ezen égetően fontos feladatok elvégzésére. És ha észrevesszük, hogy vannak körülöttünk keresztények, ha ismerjük egymás értékeit, ha megtaláltuk a szavakat egymáshoz, ha megtanultunk vitatkozni kritikus állításokról, akkor a közös célokért végzett közös munka biztosan eredményt fog hozni. Köszönöm szépen! Nagyon szépen köszönjük Réthei professzor miniszter úr előadását. Nem azért vitázunk, hogy győzzünk, hanem hogy az igazság győzzön, vagy akkor már egészítsük egy kicsit ki, hogy az út, az igazság és az élet győzzön.